Tiszteletem mindenkinek! Ma egy, jobban mondok, nem egy, hanem két, egy ilyen viszonylag érdekes dolgot szeretnék megmutatni. Húgomnak a ajándékai egy része. Tehát az első, ami ugye egy kicsit újdonság, ez a dolog itten, még nincs kibontva rendesen. Tehát próbálom mutatni rendesen, nézzük a display-t. Szóval ez egy Himalája só, ugye ez a pink salt, tehát rózsaszín só. És ennek az a lényege, hogy ezt rárakod a grillre, így, és ugye nem kell megsózni a húst, megfűszerezed, és fölforrósítod, és ezen rajta, tehát a són keresztül, és rajta fog megsülni a hús. Szóval ennyi. Úgy röviden erről. Aztán itt van egy másik dolog, amit ma meg is fogok mutatni használatban, amit még én soha nem használtam. Ez is tőle van. Tegnap ő nála már kipróbáltuk az övét. Hát óvatosan, ugye, most ezt meg próbálom kinyitni. Így, ez a lényeg, hogy ez egy réz lap, rézből van. Ezt ugye rá kell teríteni a grillre, és ezen fogjuk megsütni ezt a két darab húst. Tehát ez be lesz fűszerezve, sózva minden. Azt majd később mutatom egy másik sütéskor, mert tervezek egy steaket. Az majd azon lesütve. Jó, most annyit fogok csak mutatni, aztán majd a sütés később lesz, ugye fogyasztás előtt hirtelen, van még 2 órám addig a lefűszerezése, mégpedig francia fűszerek, és ugye a Gordon Ramsay stílusban, én nagyon szeretem ezt az embert, úgy értem, hogy a főzési stílusát. Tehát ez már ugye sós, ezt nem azon sütjük, még egyszer mondom. Ez egy francia fűszerkeverék, de ehhez még teszek egy kicsit, ebből a másikból is. Hiszitek nem, ebben még levendula is van. Levendula virág, ez is francia fűszerkeverék. Valaki kérdezte is, nem is olyan túl régen, hogy milyen fűszerek vannak, hát tessék, itt van egyfajta. És akkor ezt így ugye rányomkodott szépen, amit felvesz. Újra összerakjuk, összetoljuk, és ugyanúgy, ugye mint ahogy az előbb, teljesen felszedjük vele a fűszert. És mondom, egy olyan 2 órát fogom hagyni állni, kicsit ugye átvegye a fűszereket, és ugyanezt fogjuk csinálni ezzel is, ezzel a másik hússal, amit ezzel. Következő lépés, előkészítjük ugye, amit a húskenéséhez fogunk használni sütés közben. Tehát jó 2-3 evőkanál margarin vagy vaj, és ebbe teszünk ginger garlic pasta, tehát a gyömbér és fokhagyma pasta keverékből teszünk bele egy olyan evőkanálnyit körülbelül a vajba. Ezt természetesen elkeverjük. Így gyönyörűen. És ezt megáldjuk egy kis csipős paprikás red pepper, tehát egy kicsit olyan spicy, nem túl erős olívaolajjal. Ugye egy kicsit teszünk bele egy olyan fél evőkanálnyit. Ettől egy kicsit olyan csipősebb lesz, de nem túl erős. Oké? Okay? Szóval ezzel fogjuk majd kenni sütés közben. És akkor kezdjük is. Fönn volt ugye 400 fokon. Hú, ez mi volt? Valami kamion. Ja, mondtam, ugye december 13 van. És majd mindjárt megnézzük, hány fok van. Szóval nagyon egyszerűen, ugye
lehet, hogy külön-külön kell süssem, nem fog ráférni egyszerre, a kettő nem bizony. Így. Ilyen egyszerű az egész. Oké. És már is. Egy picit. Nem rakjam ide. Ugye teszünk rá ebből az anyagból. De csak így ilyen lazán. És egyelőre 5 percig fogjuk sütni ezt az oldalt. Aztán majd fordítunk. Remélem jól látszik, nincs itt a telefon. Nem látom, amit filmezek. Merem remélni, hogy jó lesz a kép. Oké, teljes hőfok van, teljes magyarán a gáz ugye kinyitva. Most fel kell menjen ugye 400-ra. Oké. Most itt mutatom is akkor, jó, hogy 23 fok van, nagyon jó száraz levegő, délután ugye 4 óra. A feleségem már elkezdte a karácsonyi díszítéseket, hát még nincs fenn a lámpa, meg semmi. Ugye a lámpák, majd a kivilágítás, egyebek. Egyelőre ezeket a koszorúkat rakta csak fel, meg egyéb ilyen kis dekorációkat. Hát még mondom, ez korán sincs vége. Ilyen jó pofa kis, hát mi ez, ornament? Még a kerítés, kapura is rakott valamit. Itt is van valami. Ezeket minden évben ő csinálja. Nagyon nagy szeretettel. Nem tudom, mennyire fog látszani. És jól néznek ki, ugye? De hát még mondom, még nincs vége, még nem ért rá nagyon. Aztán itt egy karácsonyi kutya is. Igaz, szuszu? Na, merre jövök, ez jön. Na, hát szóval ilyen idő van, gyerekek. Még egyszer mondom, december 13. Rendkívül jó az illat. Remélem látszik minden. Fordítunk. És szintén megadjuk neki a kenést. A ginger garlicos vajjal, olívaolajjal. Ez egyébként ez a kis lapocska, ez amikor ki van hűlve majd, később ugye. Ez természetesen mosható. Van egy kis szél most éppen. Azt hiszem rá tudjuk tenni a másikat is. Na, újabb 5 perc következik. A sütés. Nem tudom, ezt mondtam-e már, ez a Növény, hát ilyen futós akármi, ez csak télen virágzik. Ez nyáron csak zöld, és télen így kivirágzik. Még méhecskék is vannak rajta. És hát van egyéb más növények is, ugye, amik ilyenkor gyönyörűen virágzanak. Például a hibiszkusz. Ez csak így gyorsan a sütés közben ugye megmutatom. Itt a banán, hát elég rossz állapotban vannak. Ugye a hibiszkusz is virágzik, hát elég gyenge. És hát ezt nem tudom, mi ott az a piros. És a többi, ott a slagnál. Ja, papáják is szép lassan beérnek, de nagyon lassan, most már hideg van nekik. Na, kérem. Na, nézzük a húst. De előtte gyorsan a citromot is megmutatom. Egy kis faj, nézőre is már 2 citromja van. A Szofika majd leszedi őket, majd amikor már aktuális lesz a dolog. Úgyhogy nézzük a húst akkor, mi van vele. Igen, marahúsról van szó, ugye a hasa aljáról. Ennyi sütés, ez elég. Szóval, hát jadok, nem sütjük tovább, mert ha tovább sütöd, akkor rágós lesz. Tehát 5 és 5 perc. Gyakorlatilag nem is kellene, nézd oda, milyen juicy. Tehát, már úgy értem, hogy szaftos. Rárakjuk a másikat is. És szintén, ugye, de jó illata van. Szintén, ugye, megkenjük egy kis, nem tudom, jó-e a kép, biztos jó.
telefon megadta, már úgy értem, megadta magát, hogy nincs kontaktusom, itt pedig kihoztam. Jó, és akkor ez így szépen el fog készülni ez is. Na most a végén annyit teszünk még ezzel a hússal, hogy így a rézlap nélkül egy nagyon kicsit visszarakjuk. Most már ugye a rácsra. Hát az, egy kicsit még véres alé, az egyáltalán nem baj. Véres is fog maradni. És most körülbelül egy olyan egy percig sütjük mind a két oldalát. Nagyon picit meg fog kérgesedni, de a belseje az még mindig ugye puha marad, nem lesz rágós. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem szabad túlsütni. Ez nagyon fontos. Ugye, és nagy hőfok kell. Most már is megfordítottam, és látjátok, kap egy kis smogot, tehát füstöt, és azáltal ugye még jobb íze lesz. Még egyszer ráfordítok így. Ugye ez a vaj, meg ez a olaj, ahogy lemegy, ez csinál egy kis ilyen füstöt, és ugye ezt, ugye ez a flavor, most ugye rásütjük ezt a kis fokhagymát, meg a gingert, és ezzel gyakorlatilag kész is vagyunk, semmi nincs ráégve, nincs elszárítva a hús. Jó, még egy-két perc legalább. Jó, és ezzel meg is volnánk, szóval készen vagyunk. Ja, oké. Okay. És legalább 10 percig pihentetem a húst. És még mindig juicy, látjátok? Az, ez, ami itt van, hogy még valószínűleg még mindig fog kijönni belőle ilyen véres-szerű lé, de ez már így fogyasztható maximálisan. Tehát köretként most kivételesen ilyen ugye krumplipüré por, fokhagyma, kevés só, fokhagyma granulátum, kevés só és kevés kis petrezsemződ. Vajat nem tettem bele, viszont ugye víz és tej keverék, amivel ezt ugye leforrázzuk, és hát ugye teljesen elkeverjük. Még lehet, hogy majd kell hozzá egy kicsi. Ezt föl fogja inni, úgy látom egyből. Kis vajat dobhattam volna rá, de mindegy. Na ez így jó pont. Tiszta véletlenül erre találva. Ezt most teljesen kikeverem. És hát úgy szintén egy pár percet hagyom állni. Ja, ez így kész is van tulajdonképpen. Ez nagyon gyorsan megy, ugye? Jó, és akkor megnézzük a húst, legalábbis az egyiket. Látjátok, még mindig engedett egy kis piros gyúzt, tehát semmi baj nincs, puha a hús, tessék. De már nem véres, de a gyúz ott van. Oké. Na most ugye ezt a fajta húst mindig szálirány, ahogy van, merőlegesen szeleteljük. Így kb. Gyönyörű. És hát egy ilyen szeleteket, ugye jó éles kés. Nézzetek oda, milyen gyönyörű rózsaszín. Jó, többet nem is vágok le most. Még egy negyed óra feleségem megérkezik. Tessék, nincs kiszáradva. Rendkívül finom. Tényleg nagyon jó. Ezért is füzeleljük. Várjál. Na, ezt a kis darabot be is vágtam. Gyerekek, az annyira finom lett. Tessék, azt hiszem így jól látszik. Szaftos, juicy. Nincs elszárítva, és omlik széjjel. Hát, ennyit szerettem volna ma megmutatni. Ez a, ugye a dagadó, vagyis hát a lágyék. Ugye a bordák alatti rész, ez a hasizom. Marháról van szó természetesen, disznóhúst jobban átsütjük, ezt nem muszáj. Ezt elég, ha megkérgesíted, és úgy belül maradjon, majdnem, hogy nyers. De ez sem nyers már, ez így tökéletes.
Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Ez majd még egy salátát gyorsan összedobok, és készen vagyunk. Hát, ha megpróbáljátok, próbáljátok, fűszerezés rád van bízva. És hát, remélem adtam egy karácsony közeli ötletet. Jó egészséget mindenkinek. Bye-bye.